svéd válogatott nem nagyon kell bemutatni, a világ élvonalába tartozó válogatott, hiszen a Staffan Olsson nevével fémjelző generáció, a Carlen nevével fémjelző generáció évekig uralta úgymond a sportágat, majd azt követően az ők sportpályafutások befejeztével történt egy stagnálás, tehát egy visszaesés, majd utána újra fölépítették ezt a válogatottat, fiatal játékosokból álló csapat, a csapatoknak a nagy többsége a Bundesligában, a spanyol első osztályban kézilabdázik, alkatilag mindenképpen egy kimagasló képességű csapat, komoly kapus teljesítmény, egy nagyon komoly 6-0-ás területvédelmet tudnak felállítani, amelyet nekünk nagyon sok mozgással és a kereszt mozgások után a labdás, illetve a labda nélküli helycserék után befutásokkal tudunk úgy gondolom, hogy hatékonyan megbontani. Védekezésünkben mindenképpen úgy gondolom, hogy a báló irányító és a jobb átlövő kapcsolatot kell nekünk, ezt a hármast kell megfelelő szinten kezelnünk. Én úgy gondolom, hogy ha az a harmadik meccs már idézőjelben tét nélküli, tehát hozzuk az első két mérkőzést, nagyon jó mérkőzést fogunk játszani a svéd válogatottal, ami a közönség számára mindenképpen egy élvezhető mérkőzés lesz.